És 3 perccel 3:15 után azzal folytatjuk, hát nem akármivel. Kérem szépen, aki eddig nem tudta volna, az most nagyon figyeljen ide. Űrállomás avatására készül Felcsúton az augusztus 19-i hétvégén a Magyar Kétfalkú Kutyapárt, aztán még 8 embert meg 2 kutyát majd fel is lőnének, vagy kilőnének az űrbe. Itt van velem a Magyar Kétfalkú Kutyapárt radikális szárnyának az elnöke, aki egyben az esztétikai bizottságot is vezeti, Sevő Ferenc. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tényleg a radikális szárnyak az elnöke? Mennyire radikális a kétfarkú kutyáknak a radikális szárnya? Nagyon radikális szárnya. Úgy van, a kétfarkú kutyapártnak 2 radikális szárnya van. A jobboldali radikális szárnya, meg a baloldali. És maga melyik? Így tud elemelkedni a földtől. De maga a jobb vagy a baloldali? Mind a kettő, hát, mert én vezetem a radikális szárnyat, tehát nekem mindkét irányba kell tudni balanszírozni. Viszont azt is mondjuk, ugye esztétikai bizottságnak az elnöke, milyen bizottságai vannak? Hát van etikai bizottságunk, az ugye másoknak is van, de az a különbség, hogy nekünk van esztétikai és logikai bizottságunk is. Tehát minden kérdést megvizsgálunk etikai, esztétikai és logikai szempontból, és csak azt engedjük tovább, ami mindhárom szempontnak megfelel. Na, remek. Akkor így voltak ezzel a mostani kiképző táborban, és ugye augusztus 3-a meg 6-a között tartották ezt Csillebércen. Igen. És ugye kezdtem mondani, hogy 3-a, 4-e, 5-e, 6-a, az pont 4 nap, ugye, mert hogy nem 2 nap alatt készül el egy űrállomás, hanem 4 nap alatt, akkor elvileg elkészült. Néha 2, néha 4, néha 7. A mostani, most mennyi volt? Elkészült hát vagy egyelőre most még nem készült el, de ami nem is baj, mert elég, ha 19-ére kész lesz. Végül is, bár azt terveztük, hogy el fog készülni, de hát számos előre nem várt esemény, mint vihar, stb. Beütött a táborban. De hát egy vihar a kutya pártnak kutyafüle. Persze, hát tudjuk befolyásolni az időjárást. Különböző programjaik voltak, például volt növényfuttatásunk, van egy ilyen csapatunk, akik ilyen gorilla kertészkedéssel foglalkoznak, és ők versenyeztettek futóbabokat. Babra ment a játék, vagy igen, tényleg volt? Igen, milyen jó. Tehát ezen a táborban az egyik legfontosabb dolog a táborral kapcsolatban, hogy nagyon keveset aludtunk. Tehát az elmúlt nem sértődik meg, azt mondom, hogy látszik egy kicsit. Az elmúlt 4 napban annyit aludtam, mint amennyit egy este alatt szoktam. Tehát ezért is jöttem el, hogy elmondjam, hogy ez az utolsó délelőtti kutyapártos interjú a Magyar TV történetében, mert már számos alkalommal elmondtuk, hogy délelőtt a kutyapárt nem tud interjút adni sajnos, de úgy látszik, hogy most, mert a magyar most is fölhívtatok. A magyar televíziózásra gondol, ugye? Mert a magyar TV az most MTV a néven fut. Ja, nem tudom azt megkövetni, hogy melyik TV, hogy hívják. Elnök úr, mielőtt a mennybe mennek, azért maradjunk már egy picit a földön. Ugye a passzivisták megkapták azt a bizonyos köztisztasági szabálysértést, meg az írásbeli figyelmeztetést. Ja, azt nem olvastam, mondom el a most történet. Olvastam. Jó, olvastam, aha, most nem olvastam. Tudtam, mert aludtam. Pedig annyira meg szerettem volna tudni, meg is kérdezem, hogy mi van abban az írásbeli figyelmeztetésben. Nem tudja, fogalma sincs, amit megkaptak a passzivisták szombathelyen. Nem, azt sajnos nem láttam, mert mi pakoltunk még a csillebérci tábor után, amikor ez eszkalálódott ez a dolog. De hát amúgy szerintem elég jellemző, hogy mi ezzel csak fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy töredezettek a járdák. Tehát rosszak a járdák. Egyébként elég régóta csináljuk, csomószor nyugdíjas, idősebb emberek oda jönnek és megköszönik a munkánkat, hogy így már nem fog hasra esni rajta, mert legalább látszik, hogy ott van valami. Tehát volt most egy ilyen, de nem emlékszem arra az ügyre pontosan, hogy a BKV-nak valami fiú szólt, hogy föl lehet törni a weboldalukat, erre feljelentették a rendőrséget. Na ez most ugyan. Hát szerintem a mi esetünk is, hogy aki segíteni akar, így rámutatni, hogy mi a rossz, az egyből megy a bőribe. Nem menjenek jó, a bőribe. Meséljen nekem egy kicsit a kiképzésről, jó? Az űrhajós kiképzésről? Hát az űrhajósainkat úgy képezzük, hogy fejjel lefele állítjuk őket hosszú ideig, meg bocsánat, nagy melegben, nagy hidegben, szélsőséges időjárási körülmények között teszteljük az űrhajósainkat. Mennyire szélsőséges hát, a körülmények? Szerinted hogyan állítják 50 fok előre? Jó, most 40 előtt. Fok volt, igen. Akkor nem nagyon kellett. Hát így, hogy nincs egy ilyen gépünk, amiben 50 fok van, hanem megvárjuk, míg annyi idő lesz. Ez ilyen low budget űrhajós kiképzés. Jó, erről most a bevásárlóközpontok jutottak eszembe, biztos ott is jártak. Viszont az miért van, hogy 8 embert meg 2 kutyát küldenek majd ki a Kozmoszba? Használják még ezt a szót különben, hogy Kozmosz? Az erősen oroszos beütésű. Az egyik kutyát tudtam, hogy így hívják, akit ki fogunk küldeni. Hát azért küldjük ki
a 8 embert és a 2 kutyát, mert amint arra már a proféták is rámutattak korábban, illetve mostanában a környezetvédők, el fog pusztulni nem sokára a Föld. És akkor arra gondoltunk, hogy ez lehetne a magyarságnak egy nagy pillanata, mert ha mi most kiküldünk az űrbe egy-két űrhajóst, akik miután elpusztul a Föld, visszajönnek és újra kolonizálják a Földet, akkor végre megint az lesz, ami mindig is volt, hogy az egész Földön magyarok fognak élni. Nagyon jó, és mi lesz az űrhajó neve? Akkor Noé bárkája, vagy Noé űrhajója? Hát erről egyelőre a párt esztétikai, logikai és etikai bizottsága még nem tudott megegyezni. Jogot fenntartom magamnak az ötlet miatt, hogyha később arra kerülne a sor. Okay. Jó, még valamit, azt mondja, hogy ugye avatják is, meg lövik is az astronautákat, nyilván az űrállomást avatják, viszont hogyha Csillebércen készült el, most nem 4 nap alatt, hanem akkor 7 nap alatt, meg, vagy nem készült el, hogy a Csillebércen, hogyan kerül el fel? Hát szétcsavarozzuk, van egy ilyen csavarbehajtónk, ami elég jó. Nem tudom, itt is van biztos a stúdióban, mert nagyon gyorsan kell húzni egy csavart, van benne, azt hiszem 297 csavar van, vagy mennyi, és azokat kiszedegetjük, és újra visszarakjuk. Tehát ez nagyon fontos elmondani, hogy ez egy low budget űrállomás, tehát nem tudunk kilőni 8 embert az űrbe, teljes méretű embert legalábbis. De mit csinálnak? Hanem egy palackot tudunk kilőni az űrbe, amire maximum egy gyufás doboz fér. És ezt tudjuk megtenni, hogy lekicsinyítjük az űrhajósokat olyan méretűre, hogy kényelmes, tágas legyen. Arányaiban a legtágasabb űrhajó, amit eddig valaha kilőttek, a kutyapárt űrhajója egyébként. De hogyan kicsinyítik az embereket? Hát a lekicsinyítőnkkel. Milyen lekicsinyítő? Hát van egy lekicsinyítő. Az is az hát ez még a Merjünk kisebbek lenni programunknak volt egy, még ez korábban, még tavaly előtt volt egy ilyen programunk, hogy merjünk kisebbek lenni, amivel ez lenne a válaszunk a nehéz ingatlan helyzetre. Tehát az, hogy ugye nagyon nehéz most már a városban lakást szerezni, vagy akár albérletet, és mi erre kínálunk egy megoldást, hogy egyszerűen össze kell menni gyakran, ha fele akkorára összemész, van egy kétszer akkora lakásod ugyanannyi pénzért, és akkor ezek még csak a lehetőségek kezdete. No, hát lehetőségek között szerepel az is, majd miután felavatták a két farkas Bertalan elnevezésű űrállomást, meg fellőtték az astronautákat, hogy ezek lesznek barátságos programok is a Földön, a földlakóknak. A Földön kívüliek, a Föld belsejében lakók, meg a határon élő magyarok között nem fognak megsértődni igen, határon csak magyarok, élő csak magyarok? Csak magyarok jöhetnek erre az űrkilövésre, de hát magyarok mindenütt élnek, tehát a Földön kívüli magyarok, a Föld belsejében élő magyarok, és a határon élő magyarok, tehát az azt jelenti, hogy akikről soha nincs egyébként szó, mert a határon innen meg túlélő magyarokról dumálnak itt ebbe a stúdióba, és non-stop megállás nélkül, de a határon, tehát tudod, akik azon a vonalon élnek, ami a térképen van, hogy velük mi van? Ez már a 2018-as kutyapárt kormányprogramjának igen, része, mert elvileg az is elkészült ebben a táborban. A programunk, ezt nem vettem észre, lehet, hogy másik munkacsoport munkája volt. Hát akkor sürgősen egyeztetnék a maga helyében. Mi állandóan csinálunk programokat, hát az egész program, mondjuk néha van, hogy a program tervezéssel az a gond, hogy a program gyakran csúszik. Tehát amikor csúszás van, jó, itt mondjuk itt nálatok a tévében úgy látom, hogy nem nagyon van csúszás. De most már mi is csúszunk. Igen? Aha. Hát akkor nem tudom, mi a teendő, fogjuk röviden. Időjárás rovására mehetünk még egy kicsit, srácok. Jó, köszönöm szépen. De mondom az időjárás, mondom az időjárást. Így van, Sebő Ferenc mondja majd az időjárást. No, viszont azt még... Nem lesz mindig ilyen idő, azt tudom mondani. Majd azt a végén mondja, viszont arra válaszoljon még, ugye írtak a Puskás Akadémiának egy levelet, abban igen. Leírták, hát nem túlzottan nagy igényű, de mondjuk olyan közepes igényű kérdéseket. Arra mit válaszoltak? Meg tudták válaszolni azt, hogy a hámozott csak héjában kicsit megpirított, vagy enyhén sózott napraforgó mag, az megfelel majd a maguk galaktikus vendégeinek az űrállomás avaton? Hát én úgy tudom, hogy még mindig folynak az egyeztetések, ezt az elnök úr intézi, illetve a logikai bizottság alelnöke írta a leveleket. Tehát, ki a logikai bizottság alelnöke? A Józsi. Józsi, ki a Józsi? Igen, nem vagyok rá feltalmazva, hogy bemondjam a teljes nevét, de a lényeg az, hogy az ilyen levelezéseket a Józsi végzi, és talán ez is ő volt, és én úgy tudom, hogy még mindig ott a tökmag körül van valami, de hát ezek résztárgyalások már, csak én biztos vagyok benne, hogy lesz valami. De akkor kapcsolatban konszenzus. Állnak az akadémiával, megnyugodhat mindenki. Persze, hát egy csomó olyan űrhajó van, ami csak ott tud leszállni. Na, tehát... annyira kíváncsian várjuk, és Sebő úr, most jöhet az időjárás jelentés. Tehát a kamerában mondanám, hogy nem lesz mindig ilyen idő. Köszönjük szépen, jó reggelt kívánok!
Sebő Ferencnek, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt esztétikai bizottságának az elnökének, meg a radikális szárnyának az elnökének. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Hát mondanám, hogy jöjjön hozzánk máskor is, de nem fog bejönni, az előbb mondta, hogy ez volt az igen, utolsó, ez volt az utolsó reggeli MKKP interjú. Úgy örülök, hogy túl vagyunk ezen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sebő úr, önöknek is a figyelmet, meg a kitartást.